Sziasztok! A Generali Ránkai a Körök című versenyen elindultam Balatonfüreden. Elég hűvös és esős időnk volt, de ahogy láthatjátok, alaposan és elegendően bemelegítettünk a rajt előtt. A zenét szerzői jogok miatt lenémítottam. Métert kellett futni, ami nekem igazából nem nagy táv, mert simán lefutok 5-6 kilométert is gond nélkül. Képzeljétek el, hogy kb. A felénél éreztem egy recsenést a lábamon, de mivel nem tudtam mi az, illetve még nem értem célba, ezért végigfutottam a versenyt. Iszonyú nagy fájdalmam volt, és igen, jól látjátok, még kicsordult a könnyem is a fájdalomtól, de nem adtam fel, és végigfutottam a versenyt. Viszont kénytelen voltam megnézetni a lábamat a mentősökkel, és ők javasolták, hogy menjek be a legközelebbi kórházba kivizsgálásra. Így is történt, és elmentünk a Veszprémi kórházba. Az orvos a balesetén megnézte a lábam, és javasolta, hogy nézzék meg ultrahangon is. Az eredmény: részleges Achilles-szín szakadás. Ezzel a lendülettel visszatoltak a gipszelőbe, és térdig begipszelték simba a lábam, majd szigorúan feküdjek vele egy hétig, aztán jöjjek vissza kontrollra. Several days later. A szülinapom hétköznapra esett, és a szüleimnek is dolgozniuk kellett, és apukámmal aznap csak délután 20 percre találkoztam, de úgy gondolták, hogy akkor gyorsan felköszöntenek és megajándékoznak. Pedig ez a hétvégére volt tervezve. Nagyon örültem az ajándékoknak, és még egyszer megköszönöm nekik. Én kis naiv azt gondoltam, hogy egy hét után leveszik a gipszet, és már nem hordom a fehér térdigőrő csizmát, de ez sajnos csak álom volt. Later that day. A kórházban ugyan levették a gipszet, de helyette kaptam egy körkörös fekvőgipszet is, és egy újabb hét után vissza kell, hogy menjek a kontrollra. Azt hittem, megrúgom a dokit a gipszes lábammal, mert elég volt egy hetet feküdni vele, most meg kapok még egyet egy hétig, és ráadásul, amikor megünnepeljük a szülinapomat a családdal, és gipszbe kell lennem. De legalább jó volt az idő, és kincsillesztem a napozó ágyban. The next day. Sajnod
volt, hogy különjött meg egy kicsit ilyen. Azt én csináltam ezt a tortát. Két napig csináltam tőle. Mit? Jó, nézd ki, Tomcsi. Megennyit a majdén, amit? Gipszbe. Ja. Meg olyan ajándékot is kapott, ami pont aktuális hozzá. A hétvégén végül megünnepeltük a szülinapomat a családdal, és megleptek egy Jordan cipőtortával. És még kaptam a várva várt fotiskártyát, gyűjtőalbumomat. Nagyon örültem neki. Van egy szülinapod, babám! Köszönöm szépen! Na, ugye, hogy mi ez? Remélem, az az! Igen! Ugye? Úristen, mennyit kerestem! Szerintem van! De cuki vagy! Van minden elvileg ilyen könyv, meg nem tudom, mit még. Szívesen, baba! Hú, végeltem benne valami a... Hol? Nem tudom, ami zörgött, vagy csak zacsi volt. Ja, nincs akkor. Ja. Lewandowski. Bolszor. Fucking Deco double G. Snoop Dogg. Da 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 da. You know I'm mobbing with the D R E. Elmesélem nektek, hogy két hét után végre levették a fekvő gipszemet a lábamról, és most lettek rá egy fásit, amit azt is két hétig kell hordalom, így néz ki. Idáig jön, és ezzel tudok menni iskolába, de annyira nem várom, csak a haverok miatt, de mindegy. Ezt is két hétig hordani kell. Nagyon fura volt először, amikor ráálltam, mert azért furcsa volt, mert két hétig feküdt, aztán még lazá egy picit, de majd még hozzá kell szokni. Azért még santikálok, mert ugye még fáj azért a lábam, de az a nagy baj, hogy egy hónapig nem sportolhatok, nem is tesízhetek. Hát hallottatok ilyet? Én folyton pörgök, tudjátok, pörgök. Ilyen nincsen. Mindegy. Ja. Na jó van, ennyi volt a beszámoló a lábamról. Na végre megyek kajálni. Puj! Találjátok, hogy mit fogok mindjárt tenni. Kagylót? Nem. Halat? Nem. Rákot? Nem. Békát? Hát közelítünk. És igen, aki a csigát mondta, annak nagy tapsot, mert azt fogok enni. Úgyhogy nagyon fincsi lesz. És itt is van a csiga. Nagyon étvágyat. Itt is van az egyik. Gusta, mi? Amúgy... Undorítónak néz ki, de amúgy nagyon finom. Próbáljátok ki! Hoppa! Kicsit nehéz kiszedni belőle. És mindjárt megvan. És itt is van.
milyen hangja volt. Hát, nagy nehezen kiszedtem ezeket. Gusti néz ki, nem? Amúgy, ha belegondolunk, durva, hogy azt tesszük, ami csúszkál mindenhol. De amúgy nagyon fincsi. Ja, megettem őket. Ez elég úszta volt, srácok. Itt vannak a csigaházak. Eltűntek belőle a csigák. Ja. Amúgy vannak benne még ilyen zöld, ilyen, nem tudom mi ez. Valamilyen. Anya, egy más tiszt ad még neki. Mindegy, nem tudom. Ja. Úgyhogy fincsi volt. Na hát, ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Iratkozzatok fel rám, és nyomjatok egy nagy lájkot. Kövessetek be Instán is, de van egy videóm, ahol elmondtam, hogy mi a nevem, úgyhogy azt is csekkoljátok, úgyhogy, na sziasztok!